Készül az Amazon által gyártott Gyűrűk Ura sorozat. A Galadrielt játszó színésznő interjút adott, hogy milyen monumentális a produkció, és hogy mennyi ember dolgozik rajta. Úgy vélekedett, hogy rengeteg ember dolgozik ezen a produkción, ami borzasztóan monumentális lesz. Avval példázott, hogy képzeljék el, hogy van egy külön ember, aki csak azt figyeli, hogy a felvételeken hogyan jelenik meg a póra, hogy az emberek lépkednek vagy lélegzetet vesznek a környezetben. A Marvel szintű mozikhoz hasonlította a készülő produktumot. Óriási egy YouTube frissítés és YouTube boom lesz szerintem. Én ezt a funkciót, ha jól működik, még akár egy picit várom is. Bár vannak meggondolatlan lépései. Ezentúl a YouTube robotokra fogja bízni azt, hogy eldöntsék, mennyire 18 pluszos egy videó. Itt persze természetesen a gaming tartalmak lesznek majd megint rezgő léc alatt. Ez még nem is olyan rossz, ugyanis a YouTube robotok elég jól dolgoznak, hogyha van idejük tanulni. Persze ugyanúgy lehet fellebbezni, mint minden más claimre. Viszont hoztak egy olyan változást is, a YouTube akár bekérheti a személyigazolványodat, hogy igazold magad, hogy tényleg ahány éves vagy, amennyi a profilodon szerepel. Szerintem mindenki bizalmatlanul kezeli azt, hogyha egy program elkéri a személyis adatait, vagy akár a személyigazolványát be kell neki küldeni, bár azt mondják, ez elég ritka esetben fog előfordulni. Ami aggasztóbb, hogy a 18 pluszos videókat ezentől a YouTube úgy fogja kezelni, hogy nem lehet őket beágyazni külső webhelyen. Tehát amivel eddig találkoztok, hogy egy videó egy cikken belül ott van és kattintható, az nem lesz elérhető, csak is a linket tudod maximum odarakni, és azonnantól kezdve átvisz a YouTube-ra. A YouTube-on meg ugye csak úgy tudod lejátszani, hogyha be vagy jelentkezve, és látja a profilodon, hogy te el is múltál 18 plusz. De vajon a program hányszor fogja elkérni a személyigazolványát? Vagy mi alapján? Tréfa közeletét érzem. Simán elképzelhető, hogyha túl fiatalos tartalmat nézel, vagy túl sokat játszol Fortnite-tal vagy Minecraft-tal, akkor bizony besorolod a tinikhez, aztán onnan nem mászol ki, csak 8-10 év múlva. Nem saját perverzió, csak egyszerűen jó lenne látni a YouTube demográfiáját tisztán, lekövethetően és úgy, hogy például a fiatalok nem 30 éves profillal regisztrálnak. Nektek valós dátum van megadva a YouTube profilotokon? De jobbat kérdezek a Steam, amikor például megnyitok egy játékot és az például korhatáros, akkor te mit írsz be? Én olyan 1968-at lustaságból általában, vagy 1950-et, így legörgetem. De én már elhúztam 18. Szinte már nem lehet megkerülni a Next Gen híreket, gyakorlatilag nap mint nap találkozunk velük. Az újabb fellibbent dolog az, hogy ugye az AMD processzorát rakják mind az Xbox, mint a PlayStation konzoljaiba, és a gyártószalag az nem úgy működik, ahogy kéne, mármint maximális fordulatszámmal működik. Sőt, ha még beleveszik azt, hogy a világ egyik legnagyobb chipgyártója, a TSMC, az gyakorlatilag gyártja most a konzoloknak a chipet, és ráadásul extra kapacitásra szabadult fel, ugyanis a Huawei-nek már nem tud szállítani ugye az amerikai embargó miatt, így igazából még az extra produktummal együtt is lassabban haladnak a gyártások, mint ahogy az igény növekszik a konzolokra, és azt becsülik, hogy nagyjából 2021 nyarára fog úgy beállni ez a dolog, hogy az igény már annyira le fog csökkenni a vásárlás iránt, hogy a gyártás már tudja fedezni azt a kapacitást. Emellett teljesen elképesztő dolog, főleg az Xbox névadása, a másik az, hogy az Xbox One X eladása 747%-ot nőtt az elmúlt időszakban, amióta elindult az Xbox előfizetés az Amazonon. Párra meg fognak lepődni. Rengetegszer beleakad nekem is a nevem, hogy Xbox One Series, nem, Xbox Series, ugye? Xbox Series, igen. És akkor ugye az az X, meg S, meg Xbox One X, Xbox Series X. Össze lehet keverni. Vajon ez hogyan érinti az érintetteket? Valószínűleg a vásárlók összekeverik a Series X-et és az Xbox One X-et. Fiúk, gyorsan nézzük utána, hogy a visszacserélés és az ilyenekben milyen jogi kitételeket adtunk meg. Brace yourself! A panaszok is coming! Hogy én akarom most ezt az új Xbox konzolt! Holnap rá! Mi a francot akar az a büdös körök valami Xbox? A X... Új, az új Xbox. X-el végződik, az biztos. X-el végződik, ez nincs raktárban, nem elérhető. Itt van raktárban, ezt kell neked. Na, négyet küldje Amazon. Hát, igazából nincs hozzáfűzni valunk. Mi úgy döntöttünk, hogy a next generációt szeretnénk eladni. Úgy látom, az Xbox vásárlók vagy megelégednek a régivel, vagy látták, hogy milyen az új, és inkább azt mondták, hogy a régi, meg egy xCloud. Nem tudhatjuk. Olyan erős lett a bejelentésük, hogy lehet csak az új, de a régi konzolokat is eladjuk. De uram, nem gondolja, hogy csak összetévesztik a vásárlót? Csúl legyen a tátul! De emellett megkaptuk az Xbox perifériáinak a híreit is. Több forrásban megerősítették, hogyha extra Winchestert akarsz belakni a konzolodba, mondjuk a Series S-be, mert ugye ez csak 550 GB-tal rendelkezik belső tárhelynek, akkor egy 1 TB-os vinyót olyan 150-200 dollárért fogunk tudni beszerezni a 299 dolláros géphez, ami körülbelül 70 ezer forint. De például izgalmas hír, az Xbox új kontrollere nem drágul, tehát ugyanannyiba fog kerülni, mint eddig. Mindenki természetesen kiemeli, hogy hú, a PlayStation kontrollere drágult, az Xboxé nem.
Én ez annyit fűznék hozzá, hogy számoljátok össze, hogy az Xbox kontrollál meg egy akkumulátor hozzá mennyibe kerül, varázsütése pont ugyanannyi, mint a PlayStation-é, úgyhogy erről szerintem ne beszéljünk. Bár azt nem tudom, hogy miért nem tudják elengedni ezt a rohadványos elemet, hogy még mindig az új kontrollál is elemmel fog működni. Természetesen annak is vannak fejlesztései, például Impulse ravaszok lesznek benne elérhetőek, ez ilyen haptikus technológiával van bevonva, tehát külön rezeghet is, és mégis meg is akadhat bizonyos helyeken. Csak úgy mondom, hogy az Xbox csak ugye ezt a két ravaszt vonta be az új haptikus technológiával, míg a PlayStation a teljes kontrollert. És az Elite mintájára különben az kis tárcsagombat meg fogjuk kapni. A kontrollára 59,99 dollár, ami olyan 20 000 forint nálunk. Az akkumulátorra 24,99, tehát nagyjából 10 000 forint. Megkaptuk a bejelentő videót a Cold Warzone új szezonjével, úgyhogy elérhető lesz a metró a teljes pályán, több megállót is kapunk, és én úgy látom, hogy a bejelentés alapján ez a metró ez folyamatosan járni fog. Mint tudjátok, Magyarországon volt Európában a legelső metró, úgyhogy szerintem büszkék lehetünk arra, hogy a Call of Duty az első multiplayer FPS játék, aminek saját metróvonala lesz. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, jegyeket és bérleteket kérem szépen előkészíteni ellenőrzésre. Uram, azért, mert önök is dolgoznak, mi is végezzük a munkát, működnie kell a tömegközlekedésnek. Remélem mindenkinek van érvényes jegye vagy bérlete. Amikor Star Wars-ra meg a Star Trek-re gondolok, akkor a Kaja csata jut legutoljára eszembe, de Mark Hamill és Patrick Stewart-tal még ezt is el lehet adni. Az új reklám egy kicsit fura, de gyakorlatilag azt láthatjuk, ahogy folyamatosan ilyen egymásra licitálós rendeléseket mondanak be egymásnak, hogy mit esznek aznap vacsorára, és ugye a gyors házhozállítás rendszer már ki is rakja oda a kaját. Hát, valószínűleg náluk is egy kicsit beütött a Covid, biztos erősödött a házhozállítás, mint ahogy náluk. Cheeseburger on ciabatta. No tomatoes. Tonight, I'll be eating 4 cheese tortellini with extra tomatoes. So it's come to this. Thank you. Bravo. Nehogy azt higgyétek, hogy házi feladat nélkül küldelek el titeket. Nagyon szépen köszönöm a támogatást és a rengeteg kommentet, alig győzöm olvasni, de mindent elolvasom. Hozzátok is lenne rengeteg kérdésem. Az egyik például az, hogy hány YouTube fiókotok van? Egyre többször látom azt, hogy a nézők különböző fiókkal is, akár poénból is bejelentkeztek, de például van rendszeres olyan fiókotok, ami mondjuk egyik erre van feliratkozva, a másik arra, és különböző e-mail címre futnak be az értesítések, és mennyire valós a YouTube adataitok. Tök egyszerűen ki lehet deríteni, ugye általában egy hivatalos e-mail mindenkinek van, ugye egy Gmail, amihez tartozik egy YouTube. Tehát tényleg azt a YouTube-ot használod, vagy különböző másik alfiókokat. Ez csak így szakmailag érdekel. Szeretném megköszönni a sok támogatást, és ki szeretnék emelni valamit, amit régen elfelejtettem. Ugye a csatornán rendelkezünk tagsági rendszerrel, és már régóta elfelejtettem megemlíteni a GG tagokat, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm minden GG szimpátia tagot, aki már akár 200 forinttal támogat minket, vagy természetesen minden GG tagságot, Patreon támogatót és Twitch followt is. Nagyon szépen köszönöm a támogatásokat, Beco játékra költöm, úgyhogy nyugodjatok meg. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, mehetek vissza játszani. Sziasztok! Azt hittétek mi? A feliratkozást meg kell nyomni, a csengőt meg kell nyomni az értesítések miatt, ugyanis annyi van, mint a szemét. Tessék minket bekövetni Instagramon! Az egy tök jó felület, szeretném már kiváltani a Facebookot. Az Insta jobb, képekben sokkal jobban lehet kommunikálni, már a mémeket is imádom. Ettől függetlenül Facebookon azért kövessetek be, ha ott vagytok, és természetesen a lájkot pozitív irányba nyomjátok el. Köszönöm szépen, sziasztok!